Sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ma nyocsit fogunk készíteni. Ez a mi krumpli nudlinknak az olasz megfelelője. Egy jó minőségű francia sajtot fogunk hozzá használni. Ez egy Comté-nak nevezik ezt a jó minőségű francia sajtot. Gorgonzolát fogunk használni, egy kis brie sajtot, és ami az alapja az egésznek, az a mozzarella. Na, álljunk is neki. Elsősorban szükségünk lesz egy jó minőségű nagy darab krumplira, amit megfőzünk, és vagy krumpli törővel, vagy krumpli nyomóval pépessé törünk. Tehát meg vagyunk a krumplival, csinálunk a közepébe egy kis lyukat, és teszünk bele két kanál tojást. És innen kezdődik a játék, a szórakozás. Ezt szépen összekeverjük, és 150 g lisztet készítettünk ki a nudlinkhoz, amit szép lassan elkezdünk hozzáadni. Így ne. Lehet egy kicsit gyorsabban is. Most attól függ, hogy mennyi lisztet fog felvenni a nudlink, hogy milyen a krumplinak a minősége, vagyis hogy mennyire száraz, vagy mennyire nedves, és a méretétől is függ egy kicsit, de körülbelül 150 g lisztet készítünk elő krumpli nudlinkhoz. Nagyon sok helyen készítik ezt a nyocsit nálunk és a régióban, mondjuk nálunk az elnevezése nudli, krumpli nudli. Közben, ameddig készítsük a nudlit, tegyünk oda vizet főni. El is készültünk a nudlival, körülbelül 20 percet hagyom pihenni a hűtőben. A szofunkhoz nagyon egyszerű alapanyagokra lesz szükségünk. Elsősorban egy 30%-os tejszínben. 30%-os legalább. A 30% az a tejszín. Legyen finom az egész. Egy kicsit nagyobb adagot fogok csinálni. Szükségünk lesz 2 cikk fokhagymára, amit fokhagyma törővel szépen belenyomunk így, ne? Már előre megpucoltam, hogy ne teljen el is az idő. Nem kell túl sok fokhagymát tenni, semmivel se szabad túlzásokba menni, mikor az ízekről beszélünk. Felvágom a sajtot egy kicsit apróbra, és utána szép lassan hozzáadni. Jöhet a mozzarella. Szép lassan megolvad benne. Szép lassan megolvad, és fantasztikus szószunk lesz. Jöhet a pomte is. Kicsit felhúzzuk a hőfokot, kezdjen el olvadni. Mellette már a víz, az készül. Jöhet a finom brie sajt, ez egy kicsit jó krémessé teszi, ami sűrít is. És jöhet a finom gorgonzola, ez egy kis temperamentumos sajt. Mikor sozzuk a szószt, kell vigyázzunk, hogy ne tegyünk túl sok sót, mivel hogy ezek a sajtok is magában is már sósak. Elolvadnak itt a sajtok, és fantasztikus ízvilág lesz itten, próbáljátok ki feltétlenül, szerintem ezt mindenki szereti, ezeket az olaszos ízvilágokat. Szerecsendió alapú 4 fűszer keveréket adok még hozzá, nagyon jó, feldobja az ízvilágát. Egy kis borsót, ne, nem kell túlzásba esni, és jöhet ugye egy só keverék. Ebben is van még egy kis sincsős paprika, kájem, bors, hogy mondják, és néhány fő, és mehet. Nem kell túlzásba esni, semmivel. A sajt mennyiség a szószban az ízvilágunkra van bízva, szerintem nem kell túlzásokba se esni, de túl keveset se rakjunk bele. Ameddig készül a szósz, foglalkozunk a nudlival. Egy kicsit a lapított megkéntem liszttel. Szedjük a nudlinkat, és
kicsit kinyújtom. Következőképpen fogunk eljárni a nudlival. Megnyújtottuk így szépen a nudlinkat, felvágjuk több darabra. Ne. Teszem őket. És akkor foglalkozom még ugyanúgy ezeket a sibészt. És kezdjük el nyújtani ki. Nyújtjuk. Szépen kinyújtjuk a nudlinkat, majd felvágjuk. Mekkora darabokra, azt mindenki eldönti. Nem kell egyformák legyenek, se túl nagyok legyenek, se túl kicsik legyenek. Lehet formázni is őket, úgy, ahogy az olaszok szokták, villával. Mi most ezt átugorjuk, jött még egy kicsit. Néha nézzünk oda a szószunkra, kevergessük meg. Kell neki is a törődés, annál finomabb lesz, ha minél jobban törődünk vele. Sőt, ami fontos, hogy nem is ég oda. Nem fogod a kozmálni. Írtó egyszerű étel, mondjuk úgy mondhatjuk úgy is, hogy egy kalóriabomba, de nagyon finom, hát nincs mi rossz legyen egy ilyen jó sajtos ételbe. Akinek van kedve, az formálgathatja a nudlikat, vagy ugyanúgy be lehet, meg lehet főzni őket így darabosabban is. Kicsit én meghengpergetem itt a liszmaradékba, ne ragadjanak össze. Miután elkészítjük ezt a nudlit többször, nyocsit, utána már sokkal könnyebb lesz, és gyorsabban fog mozogni is. És másodszor próbálom ki, mit én készítek el, és nem üzletből veszem, mert minden, amit elkészítesz el, sokkal finomabb, és ott van a szeretet benne. A víz is már forrásban van. Úgyhogy hájunk neki és dobigáljuk be őket. Amiután a nudlik felemelkedtek a víz tetejére, még hagyjuk van 30-40 másodpercet, vagy lehet többet is hagyni egy kicsit, és direkt tesszük bele a szószba. Szóval nem kell leönteni, nem kell lemosni, semmit nem kell, ugyanúgy melegen tesszük direkt bele a szószba, vegye hát a szósznak a finom ízét. Ugyanúgy a szeretsen jó, mint a fahéj, és nagyon jól negyetek el az olaszos tésztákkal. Így, ahogy látjuk, már feljöttek, szépen itt van úszkálnak a nudlink. Szuper. Szépen így átteszem lassan őket. Meg is vagyunk a négy sajtos szószban elkészített nyocsival, egy kis borsóval és parmezánnal. Tisztítjük, jó étvágyat kívánok mindenkinek! Elkészült a finom, fantasztikus nyocsi. Kihűlt egy picit, kóstoljuk meg, lássuk, hogy mit is csináltunk. Fantasztikusan sikerült. Próbáljátok ti is ki. Nem fogtok csalódni benne biztosan. Sziasztok!